Kakuk szó. Áprilisban egyik esős nap követte a másikat, végül már a tavalyi asszályos év után szomjas föld se bírta befogadni, magába szívni a sok vizet. Mindenütt vadvizek csillogtak, és amikor kora reggel apajpusztára értem, a széles csatorna mentén elterülő nagylegelő óriási tóhoz vált hasonlóvá. Több száz pajzsos szankó keresgélt a nekik majd hasigérő vízben, néha felemelkedtek, tettek egy nagy kört a tengerré változott legelő felett, aztán újra leereszkedtek. Pontosan oda, ahonnan elindultak. Április második felében a pajzsos szankók már északi hazájuk felé készülődnek. A hímek közül sokan tarkanás ruhájukat viselték, a szinte teljesen fehérek mellett vörhenyes és távolabbról tiszta feketének tűnő madarak keresgéltek egymás mellett. Más években ilyenkor gyakran látványos, de csupán játékos küzdelmeiket figyelhettem meg, igaz, mindig a száraz gyepen. A lovagi tornára a hasigérő víz alig ha alkalmas. A mára szóló meteorológiai előrejelzés kivételesen, tökéletesen bevált. Ragyogott a nap, felhőtlen kékék tükröződött a vadvizek hátán, körben hangosan énekeltek, trilláztak a mezei pacsirták, a távolban néhány bőti rétszekergette felhevülten egymást. A csatorna túlsó oldalán kevesebb volt a víz, a fűben a pitypank kedves virágai sárgálottak, egy terebélyes nyárfán zöldike zsírozott. Úgy tűnt, nem is akarja abba hagyni, de aztán hirtelen mégis befejezte, és mint akinek sürgős elintézni valója akadt, elrepült. Szőrös testű poszmék imbolygott előttem, és amíg a pitypangok között válogatott, a csatornában halkan brekegni kezdett egy kecskebéka. Szeretem az ilyen langyosan meleg áprilisi reggeleket. Az ember észre sem veszi, néhány kilométert hagyott már maga mögött, szinte minden lépésnél akad megfigyelni, csodálni való. Percekig álltam a dűlő út szélén fehérbe öltözött virágzó kökénybokor előtt. Az érkező és távozó rovarokat figyeltem, de láttam azt a sordét is, amelyik miattam szállt el a bokor csúcsáról, és most egy magas kórón hintázva várja, mikor jöhet vissza megszokott őrhelyére. Letértem az útról, hogy a legelőn vágjak keresztül. Alig indultam el, nyúl pattant fel, és rohant, ahogy a lábai bírták. Eleinte magát lesúnyva, füleit a hátára simítva szaladt, később, amikor már úgy érezhette, biztos távolba került, lassított az iramon. Szabályos ugrásaival, felmeresztett füleivel így már valóban nyúl formája volt. Egy idő után meg is állt, és két hátulsó lábára ágaskodva kémlelt felém. A nyúl miatt kicsit lejjebb értem a következő csatorna mellé. Egy arra repülő tengelic után néztem, megálltam, mire szinte egyszerre öt fácán vágódott ki a gazosból, köztük két kakas hangos katakolással. A három tyúk repült elől, a két kakas szorosan a nyomukban sebesen verdestek, aztán siklottak, és jóval távolabb ereszkedtek le. Kinyújtott nyakkal figyeltek egy ideig, aztán egy nátszálakkal kevert gazos részen tűntek el. Utoljára a két kakas hosszú, barnás-vörös alapon fekete V betűkkel tarkált farkát láttam. A csatorna mentén, a híd után hatalmas nyárfák és öreg fűzek állnak. A legmagasabb nyár koronájában varjófészek sötét lett. Még jó messze voltam, amikor a kotló madár csendben minden feltűnés nélkül leszállt a fészekről. Baj szerencséjére a közelben tanyázó vörös vércsepár észrevette, és hangos kiabálással nyomban támadni kezdték. A dolmányos varjú áprilisban már a tojásait melengeti, a vércsék még csak a fészkelőhely kiválasztásánál tartanak. De ösztönösen érzik, hogy a vaskos csűrű, szürke tollú tojásrablótól tartaniuk kell. Dühösen vagdostak rá, az pedig csapongva igyekezett menekülni. Egészen alacsonyra suhant, majd a fák fölé emelkedett, de a két vércse makacsul követte. Mindenképpen el akarták űzni a környékről, a varjó azonban érthető módon a fészke közelében szeretett volna maradni. Végül mégis távolabbra szállt, felült egy magasra nyúló száraz ágra, és onnan figyelt aggodalmasan a nyárfája felé. A csatorna partján már zöldelt egy nagyobb bokorcsoport. Jól ismerem, évente fülemüle pár költ benne. Április közepén a fülemülék már itt vannak, elővettem a hivogatójukat utánzó kis sípot, és megfújtam. Három rövid, füttyentő sípulás után már jött a válasz, a hím hangosan, tüzesen csattogni kezdett. Egy ideig feleseltünk, de később a madár úgy látszik rájött, hogy becsapták, mert elhallgatott hangos prüty kiáltással vizityúk jelentkezett a csatornából, nyomban utána két bőti réce szállt fel a vízről. A nádirigók viszont vagy még nem érkeztek meg Afrika felől, vagy a hosszú út fáradalmait pihenik éppen, mert, pedig hosszan mentem a csatorna mentén, egyetlen karicsolást sem hallottam. Énekelt viszont több foltos nádi Az egyik különösen tetszett, megálltam és hallgattam egy ideig. Tavain nátszálon kapaszkodott, és kisé reszelős trófái közé folyamatosan szép fuvolahangokat kevert. Amikor meglátott, lejebb ereszkedett a nátszálon, rövid időre elhallgatott, de kisvártatva új kezdett. Fogoly pár repült fel hangos burrogással. Jó messzire szálltak, de azért még hallottam, amint a kakas cseregve szólítja kisé távolabb leereszkedett párját. A fogoly a házastársi hűség és a család szeretet példaképe lehetne. A pár egész évben együtt van, de velük maradnak az apró csibékből felnőtt fiatalok is, egészen a következő tavaszig. Akkor a szaporodási ösztön sürgető parancsára elszélednek, és másik családból keresnek párt maguknak. Bóbítás fejével szaporán bólogatva búbosbanka szaladt az úton. Néha megállt, Tarka fejtollait felmereztette, aztán tovább sietett. Hosszú, hajlott csőrével időnként a talajt szondázta maga előtt. A bankák nagyon szerethetik ezt a földutat, ha tavasszal vagy nyáron erre járok, majd mindig találkozom velük. Nem siettem, de így is gyorsabb volt a babóbítás madárnál. Egy idő után ő is belátta ezt, felszállt, és nagy évben kerülve a hátam mögött ismét az útra ereszkedett. Szép madár a banka, és én soha nem tudom eldönteni, mikor tetszik jobban, amikor bobitáját néha felmeresztve a földön szalad, vagy amikor fekete-fehéren tarkált széles szárnyaival repülni látom. Hatalmas, fehér törzsű nyárfák álltak őrt a csatorna partján. Ágaikon még csak apró, nyiladozó levélkék ültek, az alattuk álló fűszfák azonban már egységes sárgás-zöld színben poppáztak. Finom, psi hangot hallottam, és még abban a pillanatban meg is láttam az apró függő cinegét, amint növényi szálakkal a csőrében az egyik fűz lecsüngő ágán épülő, félig kész fészke felé repült. Közel álltam, de egy cseppet sem zavartatta magát. Bebújt az egyelőre még jókora nyíláson, nyomban utána óvatosan kikukucskált, aztán hegyes csőrével, nagy műgonddal körülményesen a helyére igazgatta a hozott anyagot. Amikor végzett, alaposan megszemlélte, de nem lehetett elégedett a munkájával, mert kiszedte a frissen hozott szálakat, és a másik oldalon építette be őket. Közben megjelent a párja, és egy közeli ágon ülve várakozott. A fészekben szorgoskodó madár szeme körül a fekete folt jól láthatóan szélesebb volt, ez a hím jellemzője. De jellemző az is, hogy amikor a közösen épített fészek elkészült, és a tojó megkezdi a tojások lerakását, csapodárpárja elhagyja, és nem messze onnan új fészek építésébe, és új tojó csalogatásába kezd. Ez a madár egyelőre még alig ha gondolt erre, mert a fészekből kibújva énekelni kezdett. Halkan és nagyon kedvesen dalolt, strófái, persze jóval finomabb kiadásban, néha a zöldikéjére emlékeztettek. Valahol búbosbanka szólt talán ugyanaz a madár, amelyel az imént találkoztam. Mintha csak a kedves up-up-up-up-upra akart volna válaszolni, a túlsó part fűszfái közül egy nyaktekercs harsány vi 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 hallottam. A napokban érkezhetett Afrikából, és ez a kiáltás valami olyasmit jelenthetett, itthon vagyok. Egyre melegebben sütött a nap, az égen csupán néhány felhőfoszlány úszott. Apró bogárka mászott ki nagy nehezen a mély keréknyomból, az előntött legelő felől halkan muzsikáltak az unkák, és amikor megálltam a csatorna közelében lévő vizes gödör mellett, zölden tarkált kecskebékák ugrottak fejest a partról. A nyárfaligedben őrvös galamb később a levegőbe emelkedett, és szárnyait csattogtatva nászrepült. Hosszú hullámvonalat írt le, majd még egyszer összecsapta a szárnyait, és visszaszállt a ligetbe. Az örvös galamb gyakori madár a pusztán, különösen ott, ahol még ezüstfa sűrűségeket talál. Fészkei néha egész alacsonyan épülnek a tüskés ágak között. Amikor a ligetet megkerültem, két őzet pillantottam meg a legelőn. Egyszer emelték fel a fejüket, és néztek felém, de messze voltak, így aztán előbb az egyik, majd a másik is újra legelni kezdtek. A korábban kirángatott ezüstfák száradó kupacai még az út mellett álltak, az egyikben kis poszáta énekelt csilingelő hangján. Kicsit odébb, magasra nyúló ághegyén cigánycsuk ült, fekete fejével, fehér nyakra valójával, rozsdavörös begyével és mellével nagyszerű látványt nyújtott. Húsz lépésnyire várt be, aztán alacsonyan, szinte a fűszfálakat és a köztük sárgáló pitypangokat érintve repült tova, és egy másik, távolabbi kupac hegyére ült. Még utána néztem, amikor rozsdavörös színű, nagyobb, hosszú farkú madár szállt a fűszfák közé. Az első kakuk, ami az idei tavaszon elém került, és mindjárt egy ritkább, vörös színű tojók közül. Csak néhány pillanatig ült az ágon, aztán hang nélkül tovább repült. Az egyik öreg nyár odúja előtt a seregé éppen a sárgarigó flótáját utánozta, amikor a másik oldalról felhangzott a vidám kakuk kiáltás. Április közepe után vártam, számítottam rá, mégis kedves meglepetésként ért. A tavasz nem igazi tavasz kakuk szó nélkül, és ez a kiáltás különösen szépen cseng a kiskunsági pusztán, ahol a pólingok bugyborékoló nász hangjai, godák és piros lábú kiáltásai, és az unkák halk koncertje adják hozzá a kísérőzenét.